Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben sakmagazinban. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és Varga Péter nagymesterrel szeretnénk önöket tudósítani a megye, az ország és a világ legfontosabb sakkeseményeiről. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunk óta a nemzetközi sakporondon különösebb esemény nem történt. Az előző adásunkban beszámoltunk egy nagy magyar sikerről, a Mitropa kupán igen erős európai válogatottak küzdelmében a magyar ifjúság a fényes ezüstérmet szerezte meg. Azóta eltelt időben Magyarország ifjúsági sakkozásában történt egy igen rangos rendezvény. Június végén Balaton Lelle adott a magyar ifjúsági sakk seregszemléjének otthont, és erről szeretném megkérdezni Péter nagymestert, hogy milyen volt Balaton Lellén az ifjúsági bajnokság, hogyan szerepeltek, kik voltak a legjobbak megyénk sakkozói közül, kik voltak jelen. Én nem voltam ott a versenyen, de azt tudom, hogy a Nyíregyházi Sportcentrumból 6, és a Piremon, avagy Nyíregyházi Egyetem sakkcsapatából pedig 5 ifjú titán vett részt a küzdelmekben. Hát egy fantasztikus versenyen vagyunk túl. Én úgy gondolom, hogy mondtad, ez a legnagyobb seregszemléje Magyarországon az ifjúsági sakkozásnak. Ugye elviekben itt a korcsoportos országos bajnokságon derül ki az, hogy ki fogja hazánkat képviselni a világversenyeken. Tehát Európa bajnokságon, világbajnokságon. Ugye, és ez a korcsoport úgy két évenként meg 8 évestől kezdődik, és 18 éves korig tart. Tehát azt kell látni, hogy vannak nagyobb létszámok, főként kisebb korosztályokban, ahol a legjobbak elindulnak. A legnagyobbak már kicsit fokhíjasabb mezőnnyel rendelkeznek, de ott is vannak nagyon jó játékosok, és ott is ugye nagyon nagy küzdelmek után dőltek el itt a végső helyezések sorrendjei. Én azt tudom mondani, hogy 11 játékos játszott Nyíregyházáról, ez egy fantasztikus létszám, tehát ezt én mindenképp mind megyei sakkszervező, sakkoktató mondom. Voltak olyan évek, amikor szinte egy se volt, vagy nagyon-nagyon minimális létszámmal vettünk részt ezen a korosztályos megmérettetésen. Én úgy gondolom, ez a 11 fő, ez méltón képviseli. Az a további célunk, hogy még több gyereket vonzunk be, és még több gyerekkel próbáljunk meg itt az országos bajnokságnak a színvonához egy picit hozzáerősödni. Ugye ezt régebbi előadásainkban is mondtuk, hogy sajnos itt egy picit a megyei sakkélet, ifjúsági élet el van maradva az országos szintől, de ezen dolgozunk, hogy egy idő után utolérjük ezt, és itt lehet igazán, meg itt tudják a fiataljaink is igazán lemérni azt, hogy hol tartanak egy munka közepén, munka kezdetén, és ezt látják, érzik, hogy milyen erősségű, hova lehet eljutni, akár országos szinten, de hát most ugye a nemzetközi szintről még nem is beszélek. Tegyük azt azért hozzá, hogy a megyebeli kisebb egyesületeknek szerényebb anyagi bázis miatt nem is nagyon van lehetősége arra, hogy a legtehetségesebb fiataljait elküldje erre a seregszemlére, hiszen ezen a versenyen megjelenni, elutazni, részt venni annyi napon keresztül azért viszonylag komolyabb költséget jelent, hiszen a nebulókkal még nyilván az oktatónak, az edzőnek, esetleg szülőnek is menni kell. Nem egyszer, hogy a szülők is kísérik a sakkozókat, hiszen 8 évestől, mint Péter elmondta, 8-tól 18 éves korig 6 korcsoportban versenyeznek külön a fiúk és a lányok, és bizony egy 8 vagy 10 éves kislánya a kisfiúval természetes, hogy elutazik apa vagy anya is, növelve ezzel a részvételi költségeket. Mindenképp. Azt kell tudni, hogy ez egy 8 napos verseny, tehát 9 forduló van a legtöbb korcsoportban, van, ahol a kevesebben vannak, ott csak 7 forduló alatt dölt el, de én úgy gondolom, hogy ez tényleg nem egy nagyon olcsó verseny, meg nem egy egynapos verseny. Itt azért a szállás, étkezés, nevezési díj, hogy úgy fogalmazunk, edzői díj is benne van, tehát az,
az azért viszonylag húzósabb, tetemesebb lehet. Igen. És a szülők részéről sem fogható fel ez egy könnyen ez a verseny nyaralásként, hiszen alig ha van olyan sakszülői, nem nagyon tudok olyat, akinek a gyermeke ott küzd a versenyteremben, és közben apa vagy anya nyugodtan strandolna, napozna a Balaton partján, hanem ott izgul és szorít mindenki, küzd a gyermekért, igyekszik energiát, mentális energiát transportálni a gyereknek a fejébe. Igen, erre azt szerettem volna mondani, hogy igen, pedig megtehették volna, mert ugye a szülők nem jöhetnek be a versenyterembe, ugye nem nézhetik a gyereküket. Viszont, ami nagyon nagy előny, és ahogy te is mondod, izgulnak érte, tehát idén azt hiszem 54 tábláról közvetítettünk élőben partikat, tehát aki szerette volna, főként a nagyobb korosztályoknál nézni, és a kisebbeknél a legjobbak, tehát az első 3-4 táblát közvetítettük, azt tudta élőben nézni, tudta, hogy hogy áll a gyermeke, annyi, hogy ugye a versenyteremben nem lehet bemenni. Ez minden világversenyen így van, így hagyjuk meg azt a nyugalmat a gyerekeknek, hogy csak a sakra tudjanak koncentrálni, és ne legyenek ilyen különböző zavaró tényezők. Viszont ez meg egy fantasztikus dolog, hogy a szövetség ugye tudja ezt így biztosítani, hogy ennyi ilyen közvetítő táblával azonnal a lépés megjelenik, ahogy meglépték a táblán, az az interneten azonnal megjelenik az a lépés. És a szülők jobban izgulhatnak, mint a gyermekeik. Bár ugye kétélűen mondhatjuk, hogy a sakkszülők azok jobb sakkozók, mint a gyermekek, mert parti után mindig mindent általában jobban tudnak, mint a gyerek tette azt a partiban. Másik kérdés, hogyha egymás ellen játszanának, akkor azért azok a kicsi nebulók győzedelmeskednének a szülőkkel szemben, de hát ez már azt hiszem más sportágban is így van. Hát igen. Én úgy gondolom, hogy nyíregyházak közül meg kell említeni Tóth Tibornak a nevét, aki úgy gondolom a legjobban szerepelt, nagyon jól játszott végig a versenyen, magasabban rangsorolt játékosok ellen is volt nagyon jól vezetett partia, csak egy-egy helyen még ott úgy elrontotta, viszont a 8. helyezésével szerintem kiemelkedően fantasztikus szerepel. Teljesítmény volt Tibikétől. Igen, de mondjuk Varga Miró Adél is nemzetközi értékszámot szerzett, fiataljaink, kislányod, tehát fiataljaink szép sikereket is értek el Balatonlelin ezen a kórcsoportos magyar bajnokságon. Igen, mindenképp. Úgyhogy én csak támogatni tudom, mint az ifjúsági bizottságnak az elnöke is, hogy minél többen induljanak ezen a rendezvényen, mert itt lehet igazából, itt is persze, de én azt mondom, hogy itt lehet nagyon megszeretni magát a sakkot, magát egy egész versenyt. A verseny csak lélektanát, belső igen. Küzdelmének tulajdonságait. És nem mellesleg a Balatonon, igen. tehát a kellemest a hasznossal összekötni. Tisztelt nézőink, a megelőző adásunkban a sakkvilág történelem két kiemelkedő alakjának a küzdelmét mutattuk be, a Karpov-Kasparov örökös mérkőzések közül azon partit, amelyben Kasparov elhódította a világbajnoki címet a verhetetlennek hitt Anatolij Karpovtól. Most pedig egy olyan partit, egy másik megnyitású partit szeretnénk önöknek bemutatni, amelyet szintén a sakktörténelem emelk két kiemelkedő alakja játszott egymással, és a partiban Karpovnak a csodálatos technikája, pozícióérzéke dominált Kasparov szárnyaló fantáziájával szemben. A parti bemutatására természetesen Péter nagymestert szeretném felkérni. Tehát világossá volt Karpov, ugye sötéttel volt Kasparov. Ugye, amiről már beszéltünk, ez egy igazi pozíciós felülkerekedés a taktika felett, ugye nem mindig a taktika tud felülkerekedni, ugye amikor egyszerűen nem tud létrejönni egy partiban semmiféle taktika, és akkor a stratégia, a pozíciójátéknak az erejét kell ugye bemutatni. Világos a D4-jel kezdett Karpov, D5-tel folytatta Kasparov, C4-jel. Ugye a centrumot támadta tovább világos, E6-tal ugye. Ortodox vezércse. Vezércse, ugye alapállásában vagyunk benne, huszár F3, és ugye C5-tel Kasparov ugye azonnal robbantja a centrumot,
ugye, amire CUTI D5 következik. Tehát a tarras védelemben. Tarras, ugye idézőjelbe ugye ez a vezércsejnek a tarras változata, EUTI D5 következett, amire G3-mal folytatta, ugye itt biztonságosan áll, tehát meg jól áll a futó, és ugye nagy átló mindig a D5 gyalogot fogja majd esetleg támadni. Huszár F6-tal fejlődött fekete, futó G2-vel jött világos, futó E7-tel folytatta fekete, elsáncolt fehér, elsáncolt fekete. Tegyük hozzá, Péter, a kedves nézőknek, hogy ez egy olyan megnyitási változat, amelyben sötét úgynevezett izolált gyalogot vállal világossal szemben, tehát előbb-utóbb sötétnek a C5 gyalogja majd lecserélődik világosnak a D4 gyalogjára, sötétnek marad egy izolált, azaz elkülön, többi gyalogtársától elkülönül gyalogja D5-ön. Ez általában a végjátékban pozíciós gyengeség, viszont ennek ellenértékeképpen a tarras változatban sötét aktív tisztjátékot, aktív figurajátékot kezdeményez, az aktív tisztjáték pedig Kaszparov nagyszerű fantáziájának a érvényesülési talaja, hogy fogalmazzak így. Tehát ez a parti a tarras védelemben arról szól, hogy ha nagyon egyszerűen fogalmazom, hogyha világos le tudja csendesíteni sötét aktív tisztjátékát, akkor rájátszhat az izolált gyalogra, akár le is nyerheti azt, és érvényesülhet, győzhet akár a végjátékban is, míg sötétnek értelemszerűen a középjátékban kell forszírozni az eseményeket a nyeréshez szükséges álláselőny elérése érdekében. Igen, ezt azzal szoktuk kiegészíteni, hogy úgy csendesíti, hogy cserékkel, ugye minél kevesebb tiszt, kevesebb támadási lehetősége fogjon van. Fogjon a támadó potenciál a támadásra feketének, alkalmas tiszt. És világos pedig a gyenge D5 gyalogot tudja ugye támadni. Huszár C3-mal ugye folytatta világos, amire huszár C6-tal ugye a fejlődés alapelveit ugye természetesen a világbajnokok is követik. Futó G5-tel utolsó figuráját is kifejlesztette világos, és C5-i D4 következett, ugye amiről beszéltünk, huszár5-i D4, és megjelentünk annál az állásnál, hogy a D5 gyalog ott maradt. Megérkezett H6, ugye ez rákérdez, hogy ugye ott hosszan ne legyen, ne időzön az a futó, ugye vagy leüt F6-ra, vagy visszaviszi. Két helyre szokták F4-re, vagy E3-ra szokták visszavinni a futót, E3-ra vitte vissza Karpov. Bástya E8 következett, ugye félig nyílt vonalra helyezte ezt a bástyát, vezér B3 érkezett, ugye ennek az az értelme, hogy a D5 gyalogot ugye támadja. Huszár A5 következett, ugye így vitte meg közvetlenül a D5 gyalogot, vezér C2-vel visszább ment a vezérrel, futó G4 következett, ugye ő is kifejleszte az utolsó futóját, és a bástyával, a másik bástyával a nyílt vonalra, a C vonalra menjen majd. Huszár F5 jött, ez egy nagyon érdekes, nagyon jó lépés, ugye azonnal rákérdez, és ki akarja szedni ott azt az E7 futót, bástya C8 következett, ugye azonnal, és huszár üti E7, bástya üti E7 után, ugye kis megszabadult a futópártól fehér, bástya üti E7, visszaütötte a bástyával ezt a lovat, és bástya arról D1-re érkezett, ugye itt azt kell látni, hogy megint a D5 gyalogra akar itt majd ugye nyomást gyakorolni fehér. És a futópár az azért már szép reményekre jogosíthatja Karpovot. Vezér E8 következett, ugye ez általában több értelmű lépés, kimegy a D vonalból, hogy azt, hogyha leütik, vagy beáldozzák, akkor ugye aktív legyen, és esetlegesen egy bástya üti E3-as taktikai minőség áldozat is bármikor eszébe juthat itt feketének. H3 következett, ugye meg a futót egy picit elzavarja, a futó H5 következett, visszavitte a futót, amire futó üti D5-tel, ugye leütötte ezt a D5 gyalogot. Ez érdekes, ugye ezt általában, ugye most a lóval nem tudom ütni, mert ugye kötésben van a C8 bástya, C2 vezér, és a C3 huszár ugye nem tud ellépni, ugye ezt nem nagyon szokták odaadni, de hogyha leütné például lóval ezt a futót fekete, akkor bástya üti D5 után, ugye a H5, futó és az A5 ló van egyszerre megtámadva, ugye azt szoktuk mondani, hogy nyársalás következett, tehát azonos soron történő kettős támadást láthatunk.
ezért kellett a H3 futó H5-öt meglépni Fehérnek, hogy most ezt ne tudja a lóval leütni. Futó G6 következett, ebből kiment, vezér C1, jött ugye huszár üti D5, most már le lehetett ütni, bástya üti D5, és következett huszár C4. Ugye Fehér lenyerte a gyalogot, viszont Fekete azért elég aktív játékhoz jutott, azt látni kell, de kérdés, hogy elegendőhöz-e, vagy nem. Futó D4 jött, ez egy nagyon jó lépés, ugye beraktuk a centrumba ezt a futót, G7 pont felé is kukucskál, és aktív helyen tartózkodik. Bástya erről C7-re ment, bástya, amire B3 következett, megtámadta azt a lovat, huszár B6-ra, pedig bástya E5-tel, ugye tempót nyert, megtámadtuk a vezért. Vezér D7 következett, amire vezér E3-mal ugye hosszan nem lehet megtartani ezt a kötést, C3 huszár és a C1 vezér között kimentünk, emellett még a D4 futót is megvédtük. F6 jött, amire bástya C5 érkezett. Csökkentjük a bástyák számát, igen, ne legyen tovább támadási potenciál annyi. És bástya üti C5, ugye futó üti C5 után Fekete vezér üti H3-mal visszanyerte a gyalogot, és úgy tűnt, hogy ugye talán ki is egyenlít, de azt már nem tudott. Tehát egy bástya, üt C5, futó üti C5, C5, megérkezett, a futóval visszaütöttük a bástyát, vezér üti H3 következett, és egy nagyon higgadt bástya D1 lépéssel nyílt vonalra helyezte a bástyát világos, és egy picit egyértelműen jobban áll ebben az állásban. Következett H5, az értelme az, hogy H4-jel ugye egy kicsit megbontja a fehér királyállást, de bástya D4 nagyon jó lépés, ugye meg nem engedi meg H4-et, mert az bástyával tudnám ütni, és a C5-öt se ütheti, ugye, mert erre a bástya D8 sakk jönne. És elvinnénk a bástyát. És a C5 bástyát ugye vissza tudnánk ütni, úgyhogy huszár D7-tel folytatta Fekete, amire futó D6 következett. Jobbak a fehér tisztek, jobban állnak, ezért bármilyen furcsa, egy ellenkező színű futós állás van, de fehér áll jobban. Futó F7 következett, amire huszár D5-tel ugye jött előre aktívan a tisztekkel, világos. Futó. Nincs bástya C1 sakk. Nincs huszár E7 fenyeget, huszár E7. Fenyeget, ugye ezt le kellett ütni a futóval, futó üti D5, következett bástya üti D5. Jött, és ugye most azt kell látni, hogy nehezen tud Fekete mit csinálni. Rossz lova maradt, igen, az erős futóval szemben. Most A6-ot lépte, ez igen, ugye leütni nem fenyegetett, de meg valamit lépni kellett. Egy kicsit egy ilyen felesleges lépésnek tűnik, én aztán nem szeretnék semmit kritizálni, főként nem Kasparovnál, de igazából jó vezérüti A7 ellen, vagy akár még az is lehet, hogy B5-tel akart ő itt előrébb jönni. Tehát A6 következett, amire futó F4, ugye megtámadta a D7 lovat, és ugye a C1 mezőt is kivédte, ugye most már vezérüti A7 fenyegetne a királynővel. Huszár F8 következett, amire vezér D3, ugye miénk ez a D vonal, vezér G4 jött, amire F3, nagyon jó lépés volt, vezér G6-tal ugye visszament, és egész egyszerűen király F2-vel hozta a királyát. Ugye végjátékban vagyunk, pozíciósan vagyunk, bástya C2 érkezett, és talán ez most nem biztos a legjobb lépés volt, aktívnak tűnik, de vezér E3 jött, és ugye bástya D8 vezér E7-tel szeretne fehér ott a fekete állásba behatolni, megtámadni a fekete királyt. Bástya C8-al vissza kellett menni, ugye nem volt idő bástya üti A2-re úgymond eprészkedni, mert a bástya D8 kötés jött volna, és azonnal nyert volna. Vezér E7 következett, ugye megtámadta a B7 gyalogot, B5 jött, amire bástya D8, bástya üti D8, vezér üti D8, vezér F7, ugye, futó D6, és most kötés van, nem menekülni próbál, G5, ugye vezér A8, nem tud mit csinálni, fekete, király G7, ugye kiment a kötésből, de vezér üti A6-tal, ugye lenyerte
az A6 gyalogot, és itt annyira nem tetszett már Kasparovnak az állás, hogy itt fel is adta ezt az állást. Hát igen, mert további gyalogvesztést alig ha tud elkerülni. Hát még talán vezér D-t el tudna, de ott A4 futóüti el, ott mi, akkor meg lehet, hogy futóüti F8, igen, vezér D-t el, futóüti F8 és vezérüti F6. Úgyhogy hát ez volt a pozíciós karpovi vasmarok, ugye, amiből még Kasparov se tudott mindig kibújni. Kasparovnak ugyanakkor szép győzelmei voltak ugyanebben a változatban. Én azt hiszem, van még néhány percünk arra, hogy megnézzük a világbajnok jelöltek döntőjében, hogyan tudott egy végső győzelmet biztosító nyerést elérni ugyanebben a változatban. Tehát világosan volt Smyslov, és ugye feketével játszott Kasparov. Amint láttuk az előző partiban, ugyanaz az állás alakult ki. Ugye H6 futó E3 után Bástya E8-al folytatta fekete, amire ugye itt vezér B3-at lépett annó Karpov, itt ugye A3-at lépett, ami nem egy rossz lépés, ez egy pozíciós lépés, de a vezér B3-a sokkal drasztikusabb lépésnek tűnik. Ugye futó E6 következett, ugye az volt a célja, hogy ezt leüsse, ezt le is ütötte, fehér, huszár üti E6, F üti E6. Következő feketére. Ez egy érdekes gyalogszerkezet. Én is szoktam ezt fehérre játszani, ezt az állást. Nekem ez soha nem tetszik, amikor így ez a két gyalog így össze megy, és bármikor itt előre mehet E5, D4-jel, vagy valahogy, vagy D4 E5-tel. Tehát ez nekem soha nem nagyon szokott tetszeni. Ugye vezér A4 következett, ez ugye az az értelme, hogyha D4-jel úgy tűnne, hogy itt valahogy nyerne egy tisztet, fekete, az nem jó, mert futóüti C6 is benne van, meg ugye Bástya a D1-jel, ugye a D4 gyalogot is le tudom kötni. Bástya C8 következett, ugye Bástya a D1, és király H8-al ugye kiment mindenféle fajta ilyen A2 G8-as átlóból fekete király. Király H1 következett, amire A6. Megérkezett F4, ugye erre most megjött huszár A5, ez egy kifejezetten jó lépés, ugye C4 pontra próbál meg bejönni vagy a bástyával, vagy a lóval, de én inkább a huszára gondolnék. Megérkezett F5, ez egy érdekes állás, ugye most az ember úgy gondolná, hogy széthullik itt a fekete haderő, ám de mégsem, és ugye itt, hogyha leütné fekete ezt az F5-öt, ugye a D5 is ott ragadna, az F5-öt is visszatudnám, akkor nagyon jó lenne, de fekete ugye itt most elkezdett aktívan támadni, B5-tel ugye rákérdezett a királynőre, amire vezér H4 következett, ugye átrakta a vezért. Most megint többféle taktika van, huszár G8 egy nagyon-nagyon fontos védőlépés, ugye a H6 gyalogot megvédi, és megtámadja a vezért is egyszerre, tehát huszár G8 következett, amire vezér H3 jött, és erre a vezér H3-ra, hát most több lehetőség is van, de huszár C4 volt az egyik legjobb lépés, ugye az E3 futót azonnal megtámadta, futó C1 következett, és ugye nem engedi azt, hogy fehér ugye ott meggyengítse az E6 meg a D5 gyalogot, futó G5-tel megint egy kényelmetlen helyzetbe terelője, kiszedi a C1 futót, ki szeretné fekete mert kiszedni. Akkor a huszárra a C4-ről be tud ütni B2-re, védtelen a C3 huszár, és pont világos állása és esik akár szét. Még hogyha az ugye eltűnik, még az E3 pont is nagyon-nagyon meggyengül. Tehát az is nagyon gyenge lenne. F üti E6 következett, amire ugye ő folytatta a tervét, természetesen futó üti C1, bástya üti C1 következett, és huszár E3 jött ugye. Itt megtámadta a G2 futót, F1 bástyát. Itt huszár üti D5, ez egy nagyon-nagyon jó ellen lépés volt, ugye itt huszár üti F1 következett, amire bástya üti F1 érkezett, és bástya F8-al, ugye van egy olyan alap ötlet, hogyha minőség előnyön van, akkor próbálja meg az ellenfélnek a bástyáját lecserélni. Minőség forból bástyák mellett érdemes egy-egy bástyát lecserélni, és akkor a minőség előnyös, ugye a bástya tiszt ellen, vagyis könnyű tiszt ellen, akkor erőteljesebb hatást tud kifejteni a bástya.
Itt futó E4-et kellett volna lépni, az lett volna a legjobb lépés. Ehelyett huszár F4 jött, ami egy picit pontatlan volt. Huszár F4, erre huszár E7, ugye nagyon fenyegető volt a G6 pont felé, de egy huszár E7 gyakorlatilag mindent kivédett. Vezér G4 pedig megint nem volt jó lépés, itt inkább vezér H5-öt kellett volna lépni, mert erre G5 egy nagyon erős lépés volt, és vezér H3-ra pedig... Bűnbánó visszakozás az örökös sok reményével. Igen, H5-ön állt volna a vezér, akkor ez a G5 nem lett volna, mert igen, tudtuk volna a H5 gyalogot ütni. Most bástya F6-tal ugye meg tudta védeni ezt a gyalogot, huszár D3-ra pedig bástya üti F1, következhetett, tehát leütött F1-re, futó üti F1, és király G7-tel ugye megvédte ezt a gyalogot. Erre következett vezér G4 és vezér D5 sakk, ugye ezt E4-gyel kivédte, megérkezett vezér D4, H4-gyel ugye megpróbált belekötni, de bástya F8 ugye most megint az aktív tisztjáték, amiben nagyon-nagyon jó volt Kasparov. Megérkezett futó E2, vezér E3-mal ugye megvédte a G5 gyalogot. Érdekes, ha leütött volna H5-i G5, akkor H5 szinte azonnal nyert volna. Mert nem tudja leütni, mert bástya H8-a ugye lekötötték volna azt a vezért. Király G2 érkezett, amire huszár G6, H5, itt is inkább H5-i G5 lett volna, huszár E7, és B4-re pedig király H7, felkiáltó lépés, nagyon jó lépés, lépéskényszerbe került fehér. Cukcvang. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak rossz lépése van. Ebben nem tud, bár nagyon sok figurája van, de egyikkel se tud jót lépni. Bármelyikkel is megmozdul, az rossz. Ez a lépéskényszernek a lényege. Anyagi veszteséghez vezet. Király H2 következett, amire bástya D8 jött, és ugye E5 következett, amire bástya üti D3, futó üti D3, és vezér üti D3 után feladta. Világos, ugye a tisz hátrány könnyedén elveszti ezt a partit. Tisztelt nézőink, ezt a partit Kasparov Vasilij Vasiljevics Szmiszlovval játszotta 1984-ben a világbajnok jelöltek döntőjén, amelyet 4 nyerés mellett vereség nélkül tudott abszolválni, ezzel szerzett jogot arra, hogy kihívja világbajnoki döntőre a világbajnok Karpovot. A parti bemutatta Kasparovnak a szárnyaló fantáziáját, hogy milyen óriási erejű sakkozó volt akkor is, és később még erősebb volt Kasparov. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, remélem tetszettek a partik, viszontlátásra! Viszontlátásra!